Kisbajmokból eddig 12 olyan kisdiák utazott az október 10, illetve az Iván Goran Kovácsics általános iskolákba, akik magyar tagozatra járnak, és eddig az MNT iskolabusszát használták. Most a 12.40-kor induló járatra várunk, ezzel a városi busszal jutnak majd el a tanintézményükig. Harmadikos és negyedikes tanulók várták a hatos számú járatot az MNT által biztosított buszkísérő jelenlétében. A szülők egy része egyelőre bizalmatlan az új megoldással szemben. Közelben nincs magyar tannyelvű iskola, úgyhogy erre rá vagyunk kényszerülve, rá vagyunk utalva, hogy mindenféle megoldásokhoz alkalmazkodjunk. Én nekem nem tetszik, őszintén mondjam, azért, mert ezek még kicsik. Ahhoz képest még városi busszal nem közlekedtek, és akkor ebbeszélgetik, eljátszák, nem tudják, hol kell leszállni. De azért megy velük kísérő? Hát most az, hogy tanítónéni megy velük, az most még jó. A szülők egy része nem tudta, hogy az utas kísérő az új rendszer szerint is a gyerekekkel lesz. Jött a busz, a diákok kísérőjük utasítását követve fegyelmezetten szálltak fel, összesen heten. Hárman az Iván Goran Kovácsics iskolánál szálltak le, a többiek az október 10 iskolához legközelebbi megállóban, onnan kísérőjükkel elsétáltak az iskola bejáratáig. Oda kell figyelni, hogy a gyerekek egyszerre szálljanak fel a buszra, hogy egy helyre üljenek le, ne álljanak buszban, ne szaladgáljanak. Ez fontos, főleg amikor tömeg van a buszban, hogy egyszerre tudjunk leszállni. Az utaskísérők azt ígérték, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek zökkenőmentesen és biztonságosan jussanak el az iskolába és onnan haza.